Bőrdisztmű, bukszagyár, éjtsdák, vagy csak magyarosan háduk. Így ismerik a sárváriak a furcsa hajószerű telephelyet, amely látható az utcáról is, bár a fák némiképp elvonják róla a figyelmet. Ahogy a többi épület, ez is eredeti funkciójában maradt meg, ugyan már egy másik, újabb cég lakja most, de szintén bőrdisztmű árukat gyártanak. Halász Árpád, az Univerzália Kft. Igazgatója elmondta, hogy az eredeti épületen már eszközöltek kisebb átalakításokat. A földszinti részt szolgál jelenleg az üzemi dolgozók öltözője mosdójaként, az emeleten irodák sorakoznak. A központi fűtést később vezették be, hiszen a telephely eredetileg kéményekkel épült, amelyeket körülbelül 20 éve bontottak le. Az épülethez kapcsolódó mai üzemi részek is már később épültek toldalékként. A telephely legfőképp azért nyújt eltérő képet a másik két épülethez hasonlítva, mert ez nem körbejárható, de felfedezhetők rajta díszítőlemek, szerkezeti megoldások, amelyeket laikusként és már ismerősként köszöntünk az előzőeket ismerően.